devizahiteles híreket mondunk, benyújtotta a kormány az elszámolási törvényt, közben folynak a devizahiteles perek, pörög a bírósági főnyíró, és levelet írt az Alkotmánybíróságnak az igazságügyminiszter. Ez a Privátbankár híradója 4 órakor, Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amely alapján a pénzügyi intézményeknek el kell számolniuk fogyasztóikkal a múltbéli túlfizetéseket. Az elszámolási törvény kamatemelési moratóriumot vezet be, legkésőbb 2016. április 30-áig, ezt közölte Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője. Rogán szerint a bankoknak vissza kell térniük a szerződéskori kamatszintre, hiszen ez jelenti azt, hogy tisztességtelenek az egyoldalú kamatemelések. A kormány az előterjesztésben emellett azt is rögzíti, hogy a túlfizetést a tőketartozás terhére előtörlesztésként kell elszámolni. A bankoknak a végtörlesztett adósokkal is el kell számolniuk, az érintettek 2015. március 1-e és 31-e között 10.000 forintos díj ellenében kérhetnek elszámolást a pénzügyi intézménytől. A mostani törvényjavaslat újra szabályozza az elévülés kérdését, eszerint a 2009. július 26-án vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében a pénzügyi intézményt csak akkor terheli elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el. A korábbi törvény 2004-ig visszamenőleg nyitotta volna ki az elévülést. Leghamarabb jövő februártól csökkenhetnek a devizahitelesek törlesztő részletei, a Fidesz frakció vezetője szerint. Rogán Antal szerint negyedével, míg Orbán Viktor szerint harmadával lehetnek majd alacsonyabbak a törlesztő részletek. A miniszterelnök szerint, ha a bankok nem tudják, miből kifizetni a devizahiteleseket, majd a tulajdonosaik feltőkésítik őket. A pénzintézet ügyében is elutasította a keresetet a bíróság, ezúttal az FHB jelzálogbank, a CIB ingatlan leasing, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, a Pannon Takarék és a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet magyar állam ellen indított devizahitelekkel kapcsolatos ügyét dobta vissza első fokon, nem jogerősen a fővárosi törvényszék. A Korona Kredit jelzáloghitel ügyében szeptember végén várható ítélet. Levelet írt az Alkotmánybíróságnak az igazságügyminiszter. Trócsányi László szerint megalapozatlanul adott be indítványt a devizahiteles törvény alkotmány ellenessége miatt az egyik bíró. Egy hete az Eger és Környéke Takarékszövetkezet állam ellen indított perében eljáró bíró felfüggesztette az eljárást és az Alkotmánybírósághoz fordult. Kérte a devizahiteles törvény alkotmány ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az elszámolás után jöhet a forintosítás. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Orbán Viktor és Lázár János a színfalak mögött egyeztet arról, hogy mekkora terhet viselnek el a forintosítással a magyarországi pénzintézetek. A kormányfő és a miniszterelnökséget vezető miniszter állítólag két devizahitelügyben érintett banknál is igyekezett kipuhatolni, meddig hajlandóak elmenni a forintosításnál. A forint árfolyamára továbbra is árnyékként vetülnek a devizahitelekkel kapcsolatos hírek. Elemzők szerint, amíg tart a bizonytalanság, addig nem valószínű, hogy képes lesz erősebb szinteket megtartani a forint. Jelenleg is 315 forintot kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon, és 260 forint 50 fillért egy svájci frankért. Ami pedig a tőzsdéket illeti, nagyon alacsony a forgalom, a BUX most stagnál egy órával a tőzsdezárás előtt, a vezető részvények közül 1% fölötti pluszt mutat a Magyar Telekom, 0,5%-os pluszban van a MOL, viszont 0,5%-os mínuszban van az OTP és a Richter is mínuszban van. Hétfőn reggel lesz legközelebb élő híradó itt a Privátbankár oldalán. Addig olvassanak minket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk.
Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.